Jó estét kívánok, kedves nézőink! Eltelt egy újabb hét, itt a hétfő este, ami ugye azt is jelenti, hogy itt az Aréna, a Szombathelyi Televízió heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinja. Gyorsan nézzük azt, hogy a mai napon milyen sportágakkal foglalkozunk majd részletesebben. Nos, labdarúgással kezdünk, aztán birkózás, kosárlabda, röplabda szerepel az étlapon, a végén pedig majd úszással. Várjuk önöket, a nyereményünk pedig ugye a havi nyeremény a mai napon kerül kisorsolásra, és ez nem más, mint egy Falco szezonbérlet, mert többször is említettem, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes nyeremény. Ez a negyedik hét, hogy lehet rá pályázni, nem kell semmi más tenni, mint egy SMS-t küldeni. Egy SMS lényegében már egy lehetőség arra, egy újabb lehetőség arra, hogy valaki megnyerje ezt a bérletet. Gyorsan mondanám a számot, hogy hova várjuk az üzeneteket. 0620 507 31 81, akár véleményt, akár kérdést lehet megfogalmazni erre a számra, és akkor még egyszer megemlítem, tehát a műsorunk végén a mai napon sorsolni fogunk, úgyhogy érdemes izgulni, érdemes lesz minket nézni, és akkor gyorsan kezdjük is el a műsorunkat, mégpedig labdarúgással, ugyanis a hétvégén, hát nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy kiesési rangadót játszott a Haladás labdarúgó csapata, mégpedig Felcsúton. Az ellenfél a Puskás Akadémia volt, nézzük, hogy hogyan alakult ez a mérkőzés. Az NB1-es labdarúgóbajnokság 15. fordulójában a Puskás Akadémiához látogatott a kiesés elől menekülő Haladás. Sajnos a derbi a lehető legrosszabbul kezdődött, ugyanis a hazaiak már a 12. percben megszerezték a vezetést. A gólt amúgy két ex-szombathelyi futballista hozta össze, Hegedűs tértölelő indítása után a 18. születésnapját ünneplő Kis Tamás emelt rózsakapujába. Nem sokkal később a fiatal támadó az előkészítésben jeleskedett. Balról érkező beadása után Knezevic növelte a felcsutiak előnyét. A folytatás is szinte teljes egészében Kis Tamásról szólt, a rendkívül tehetséges csatár szinte akkor került zicserbe, amikor csak akart. Szerencsére többször már nem talált be, így pedig maradt a 2-0-ás Puskás győzelem. A teljes igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy a Haladás gyakorlatilag helyzet nélkül játszotta le a derbit. Így nem csoda, hogy Horváth Ferenc vezetőedző már inkább a következő mérkőzésre fókuszál. Hát megpróbáljuk, ugye Diós Győrre fogunk játszani, nekünk az élethalál, sőt talán még több is annál, úgyhogy meg kell tennünk mindent azon a mérkőzésen. Ugye itt a Puskást visszaránthattuk volna, hogy egy négyes hátsó sor legyen, de ez nem sikerült, úgyhogy úgy néz ki, maradunk hárman, abban viszont kőkeményen kell helytállnunk. Győzelmének köszönhetően a Puskás Akadémia kezd eltávolodni a kieső zónától. A felcsútiak legközelebb az utolsó előtti helyen álló Kisvárdához látogatnak. Egy esetleges idegenbeli sikerrel a Haladásnak is sokat segíthetnének. Itthon mindig mosolygósabb vagyok, mint idegenben, amikor nyilatkozni kell. Nyilván következő akadály, mindig arra készülünk, Kisvárdára utazunk. Nagyon fontos lenne, hogy tényleg ott már idegenben, úgy gondolom, nem lehetetlen küldetés, hogy a 3 pontot megszerezzük. Nem lesz könnyű dolgunk, hát soha nem tekintünk így előre, hogy könnyű lehet bármelyik ellenféle, ugye a 12 csapatos NB1-be, de esélyesként kell fellépnünk, és ha azt a magabiztos játékot hozzuk, amit itthon az első félidőben, akkor majd esélye meg tudjuk nyerni a találkozót. Újabb veresége miatt a Haladás maradt a tabella utolsó helyén. A Vasiak legközelebb kiesési rangadón fogadják a DVTK együttesét. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Rohonczi úti stadionban. Kedves nézőink, a Szent Márton gálán több olyan elismerést adtak át, melyet az önkormányzat alapított, és a sporttal kapcsolatos. Már itt köszönthettünk két kitüntetettet a stúdióban, és ezt a sorozatot most folytatnánk, és akkor gyorsan ezúttal is felolvasnám azt, hogy mik a szabályai, úgymond a Tóth Géza díj elnyerésének. Nos, Tóth Géza díj adományozható annak a személynek, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett. A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja. 2018-ban ezt a díjat Veréb István kapta, akit itt köszönhetünk a stúdióban, a Haladás vezetőedzőjét, és akinek legelőször is szeretettel és tisztelettel gratulálnánk. Köszönöm szépen.
Ilyenkor tényleg nagyon sok minden van, ami az embernek eszébe jut, hogy vajon mi állhat a díj mögött, és nálad ugye két dolog is lehetséges. Egyrészt ugye a versenyzői pályafutásod is ide kötött Szombathelyhez, a haladáshoz, másrészt az edzői tevékenységed is. Ilyenkor, amikor egy díjat az ember megkap, akkor gondolom azért a te esetedben is az ember készít magában egy leltárt, hogy vajon mi az, ami egy-egy pontot jelentett ebben a versengésben, mert azt hiszem, hogy hála jóságoségnek sokan vannak Szombathelyen, akik ilyen díjra esélyesek lehetnek. Nálad ez hogy nézett ki? Számítottál erre az elismerésre, vagy meglepetésként ért? Meglepetésként ért. Nem kaptam még ilyen nagy elismerést a várostól, nagyon örültem neki, és tisztelettel megköszönöm mindenkinek, aki részt vett ebbe, hogy megkapjam ezt a díjat, egy családnak is, mindenkinek, akik engem is hozzásegítettek azokhoz az eredményekhez, hogy elérjem ezeket, mert azért a család nélkül, illetve a versenyzőim nélkül nehéz lett volna. Nagyon sok munkával járt ez. Nem is tudom, hogy ott csináltam meg, őszintén mondom. Így visszagondolva, hogy ennyi évet, 50-52 hétvégét, 52 versenyt inkább úgy mondom, mert van, amikor kettő verseny van, végigcsinálni, vezetni, jó eredményt elérni, verseny több napos, tehát rengeteg feladat volt, és hát ugye mindig igyekeztem a maximumot hozni, szeretek nyerni, ez hozzátartozik, és az fontos dolog szerintem, hogy kitartó legyen az ember a munkájába, akkor tud fölérni, azt gondolom, a csúcsra, hogyha gondolok itt arra, a négy olimpián volt, 8 Szombathely az elmúlt 4 olimpián, tehát azért ez nem egy kevés szám. Volt térem is, úgyhogy volt egy világversenyem. 29 érmet sikerült összegyűjteni. És országos bajnokságon 293, tegyük már hozzá, az egy pár érem. Nagyon sok. Hát voltak időszakok, hogy először ugye azért a kezdésnél csak 1-2-3, és mindig mentünk fölfelé a felépített rendszer szerint. És hát utána kezdtünk belépni a nemzetközi, azt mondom, hogy mondhatom, hogy élmezőnyből, 5., 6., 8. hely sikerült először, és akkor mindig mentünk, és akkor utána jöttek az érmek. Hát, főleg bronzérmek sikerültek világversenyeken, olimpián, világbajnokságokon. Hát ugye a Hatos Gabi volt, aki a legeredményesebb versenyző volt. Mindenhol tudott nyerni érmeket, tehát 7 érme van neki, akkor a 3 olimpián volt, a Ligeti Dani, 2 olimpián volt, ősebbi ezüstérmes, VB 5., őnek is van 4 vagy 5 érme világversenyről, úgyhogy akkor a fiam. Nekem nagyon szimpatikus lesz, hogy lényegében eddig egy szót sem ejtettél saját magadról, mert azért te versenyzőként is a haladásnál birkóztál, és nem is voltál egy rossz birkózó, hogy így fogalmazzak. És saját hazádba lehettél proféta, mert ugye te soha, akár versenyzőként sem, akár edzőként sem igazoltál el Szombathelyre. Voltam a budapesti Honvédba, de ugye abban az időben úgy volt, 80-ban vonultam be. Ez katonaság, ami nem saját választásod volt. Nem így van. Ez úgy volt, hogy volt a Honvéd, ő választott először, ők kiválasztották a legjobbakat, aki ő neki nem kellett, volt a Szondiese, Székesfehérváron, és aki oda sem volt jó, az a Pap József esébe ment. És hát így kerültem a Honvédba, ahol nagyon sokat tanultam, de hát katonaság után természetesen visszajöttem ide Szombathelyre.
Én mindig büszke voltam arra, hogy szombathelyi vagyok. Nagyon sok ember van, versenyző, sportoló, aki szombathelyi, és nem így van vele, mint ahogy én, hogy felmennek Pestre, és nem tudom, elszédít őket ez a pesti élet, meg szóval... Tehát lényegében magadtól ilyen. Soha nem mentél volna el, mert ugye annak idején katonának kötelező volt menni. Tehát menni kellett, és ugye a honvéd hívása az egy olyan dolog volt, aminek az ember nem igen tudott volna ellenállni, más sportágokban sem. Viszont azt hallom ki a szavaidból, hogy Isten igazából a tanítványaidra vagy nagyon-nagyon büszke, nem is a saját eredményeidre. De nem voltam az igazság, hogy nyertem korosztályos országos bajnokságokat, olimpiai kerettag voltam 78-tól. Voltam az időben ez nem volt kis dolog. Világbajnokságon, IBV-n 5. helyezett. Sok olyan győzelmem volt, Európa bajnoki ezüstérmeseket, Európa bajnokot legyőztem, például a világbajnokságon, második fordulóban. Sok jó birkozó volt abban az időben Szombathelyen. Tehát NB1-es csapatunk volt, sok válogatott volt, korosztályos országos csapatbajnokságot is nyertünk 78-ba. Kicsit lazábban vettem a birkózó pályafutásomat, de az edzőséget azt azért megfogadtam, hogy ezt nem rontom már el. Úgyhogy elég bohém voltam. Hát, mi egyébként az edzői hitvallásod? Mi az, amit mindenképpen szeretnél a gyerekeknek átadni? Mert azt mondom, hogy arra nagyon-nagyon büszke vagy, hogy lényegében a legkisebbektől kezdve végig tud kísérni a versenyzőidet a felnőtt megmérettetésekig. Hát én azt gondolom, az a felkészülési rendszer, amit csinálunk a haladásban, az nagyon fontos. Ha bizonyította, hogy abból lesz eredmény. A technikai tudásom, azt gondolom, a képzettség az elég jónak mondanám. Most ez így az én számból nem hangzik túl jó, de azt gondolom, hogy jól oktatom a technikai fogásokat. Talán nem véletlenül volt el a válogatottnál is szövetségi kapitány, úgyhogy azért... Hát. 9 évig ott voltam, és hát marasztaltak, sőt jobb kondíciókat is ajánlottak, jóval jobb kondíció, de nem vállaltam, de azt gondolom, hogy jól tettem, nagyon sok munka van itt, tehát nem is tudtam volna csinálni. Minden héten verseny van, vinni, vezetni, pénzfelvétel, kikérők, edzőtáborok, nemzetközi versenyek, tehát nagyon le van terhelve az ember, és mindenhol jó kell teljesíteni, nagyon fontos, mert ugye sportot eredmény után nézik, és hogyha nem teljesítek jól, akkor nálunk nem úgy van, hogy oda teszik az asztalra a pénzt akkor is, hanem ez nálunk úgy van, hogy leteszed az eredményt, utána leteszik ők is. De nem teszed le, akkor nem tudunk előbbre jutni. És hát azért elég sokan vagyunk, 7 korosztályban, mindenkivel más edzést, módszert alkalmazunk, ugye nem egybe van egy segítőm, a Ligeti Rihárd, aki egybe tanítványom is, de a későbbiek folyamán reméljük, hogy át fogja venni majd a stafétabotot tőlem. De még nem készülsz a vissza. Még nem. Még elég messze van, úgy gondolom, még bírom. Meg mindig van meg céljaimhoz. Nagyon fontos, hogy egy edzőnek, egy versenyzőnek mindig legyenek céljai. Mert az a legrosszabb, hogyha ha nincs célja, és... Így nem baj, ha nem éri el az ember a célt, akkor is
ha nem adja fel utána, lehet, hogy majd később sikerülni fog. Az a lényeg, hogy nem szabad feladni, mert akkor vesztett. Általában vesztett. Nem szoktam feladni akármilyen. Sokszor megfordult a fejembe, sok esetben, de nem adtam föl. És hát általában nyerni szoktunk a végén. Érdekes számomra, amit mondasz, hogy sportolóként milyen bohém voltál, mert én azért rengeteg edzéseteken kint voltam, ugye kedves nézőnk közben láthatnak képeket az edzésekről, itt több helyszínről, és ahogy látom, volt a régi haladáscsarnoktól kezdve, és haladás birkózóteremtől kezdve, ez azt hiszem a Szent György iskolában igen. Készült felvételek, most viszont ideális feltételek között vettek a sportkomplexumban, viszont minden edzésen bárhol is voltam, egyetlen dolog nagyon lejött, az, hogy hihetetlenül nagy a fegyelem. Úgy látszik, a bohém sportolóból egy hihetetlenül kemény és következetes edző vált? Hát szigorúnak kell lenni, mert azonnal kihasználják a gyerekek a lehetőséget, de hogyha látják, hogy van 30 gyerek, abból 25 rendesen csinálja, kintelen az 5, aki nem olyan típusú, ő is beáll a sorba előbb vagy utóbb. Rendet kell tartani, én azt gondolom, hogy tisztelet tudok, ma is jött egy új fiú, és az édesapja hozta le hozzánk, és mondja, hogy hallotta, hogy milyen fegyelem van itt, meg milyen tisztelet tudok a gyerekek, kezet fognak. Próbáljuk úgy is nevelni őket, az étterembe, az öltözőbe, hogy azokat a normákat, amit elvár az ember, lehet, hogy nem éppen a legjobb környezetből jött, és azért megtanítunk mindenkit arra, hogy hogyan kell egy étterembe étkezni, edzés után tisztálkodni. Apró dolgok ezek, de sok embernek ez hiányzik az életéből sajnos. És a mai világban, ahol a szülők egész nap dolgoznak, azt lehet mondani, gyerekekre kevesebb idő jut, ez nagyon meglátszik rajtuk. Hát azért próbáljuk ott nevelni is őket valamilyen szinten, de azt gondolom, hogy nincs sok gondunk velük, mert beállítunk mindenkit a sorba, aki meg nem, az elmehet esetleg, mit tudom én, cirkuszba, vagy mert rengeteg olyan van, aki ugye van olyan szülő, hogy a tökéletes a gyereke. Hát minden szülő azt hiszi, hogy a gyereke tökéletes. Hát nem szabad így nézni, én azt gondolom, hogy egyenesen kell látni mindent. Na akkor szabad... beszéljünk picit akkor a te fiadról. Igen. Gondolom, az számodra nagy örömet jelent, hogy a fiad abban a sportágban, amiben te is sikeres voltál, nagyon komoly sikereket ért el, világbajnoki éremmel rendelkezik a fiad, egy nagyon sikeres sportoló. Mennyire váltotta valóra azokat a reményeket, amelyeket apaként vele szembe támasztottál? Hát én azt gondolom, hogy elérte a vele, ugye volt kint két olimpián, Pekingbe. Illetve Rióba van egy világbajnoki érme és 3 Európa-bajnoki bronzérme, 23 szoros korosztályos országos bajnok, utánpótlásban és 9-szeres felnőtt országos bajnok. Nem kevés eredmény, hát én végül is ezért kezdtem el, először csak hobbiból lejártam, hogy segíteni, hogy megmutatom azokat a technikákat, amiket én tudok, és akkor ugye jöttek oda többi gyerek is, látták, hogy azért ez jó dolgokat mutatok, és akkor egyre jobban belemélyedtem, nem nagyon akartam edzősködni, nem is fordult meg a fejembe, és visszacsúsztam. Végül is ez egy szerelem, mert ennyi évet nem sokan húztak le egy sportágban, meg egy helyen. Tehát ez számomra óriási dolog, hogy valaki, hát olyan, mint egy munkahely, és elkezdett, tudom, 1966-ban kezdtem a birkózást, még itt a régi Dózsa iskolában, egy ilyen sülyeztett tornateremben voltunk, még mellettünk a Szavária kézilabdás lányok voltak.
és Füzesi Józsi bácsinál kezdtem a birkózást, és hát kitartottam, pedig nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, abban nagyon kemény srácok voltak, és minden nap úgy mentem haza. A gombóc ott volt a torkomon, edzés előtt már birkóztunk, és elég erős srácokkal kellett megküzdeni, de hát később azért már annyira nem kívántak velem birkózni. Azért dolgoztam becsülettel, tehát mindig igyekeztem azért a jó eredményt elérni, mindig az volt a cél, hogy én azért nem is csinálnám, megmondom őszintén, hogy én, az én csapatom utolsó lenne, vagy most az, hogy harmadik vagy negyedik, az rendben van, de a 15. helyért, vagy a 18. azért nem csinálnám, mert nekem az nem cél. Tehát szeretném azt, hogy minél több jó sportoló legyen, kiemelt olimpiai sporták, és nagyon nehéz sport, nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy valaki világversenyen érmes legyen. Ezekkel a srácokkal, akikkel elértük a sikereket, tehát partnerek voltak, tehát csak a legmagasabb szinten tudok róluk beszélni, hogy ezt a munkát, amit kegyetlen munka volt, tehát embertelen, tehát hogyha azt csináltuk volna, ami le van írva az edzés elméletben, akkor csak egy részét értük volna, biztos vagyok benne, hanem 6-8 órát dolgoztunk, ott voltam velük, kérdezték többi kollégám az országban, hogy mit csinálok velük, hogy ilyenek. Hát mondom, elmondom én neked, de úgyse leszel te ott 6-8 órát a te tanítványaiddal. Én meg ott ültem, mászták órákig a kötelet, erősítettünk, futottunk, rengeteget napi másfél-két órát gyakoroltuk a technikákat. Tehát mire összejött, mindenki ki volt szépen fejlődve, kiképezve, és hát nem nagyon szerettek velünk birkózni. Hát most se, ugye azért még a felnőtt országos bajnokságon ugye a 79 kilót a Ligeti Ricsi nyerte, a 86 kilót a Hatos Gabi, 92-t a fiam, a nehéz súly, pedig a Ligeti Dani. Tehát azért ez egy jó érzés, igaz, hogy más helyezés nem lett, de... A munka nem hazudik. A munka nem hazudik. Próbáljuk mindig a jó eredmények felé terelni a gyerekeket, meg dolgozok érte. Tehát én nem... Van úgy, hogy ilyen is azon gondolkodok, hazamegyek egy versenyről, hajnalba hazaérek, benned van még a verseny, annyira nem tudsz olyan jól aludni, hogy esetleg mit rontottunk el, vagy mit tudnánk esetleg magasabb szintre emelni. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen terveid vannak még, sok terved van, ezeknek a megvalósításához akkor jó egészséget kívánok neked, és még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen, hogy beszélgetünk. Köszönöm szépen én. Kedves nézőim, például akkor folytassuk kosárlabdával. A hétvégén játszották a Vasi Elklasszikót, a Körment fogadta a Falkót. Az élvonalbeli kosárlabda bajnokság 9. fordulójában Vasi rangadót rendeztek Körmenden, ahol a 3. helyen álló hazaiak fogadták a 6. Falkót. A mérkőzést a Rába partiak kezdték jobban, akik főként távoli találatokra alapozva nagyon gyorsan markáns előnyre tettek szert. Az első negyed végén már 31-21-re vezettek. A második etapban aztán a vendégek is elkapták a fonalat, és a Norfleet Pusztavár duó találatának köszönhetően sikerült is felzárkózniuk. Így a félidőben már csak 5 ponttal jártak előrébb a piros-feketék. A szombathelyek lendülete a nagyszünet után is kitartott, és a 25. percben a mérkőzés folyamán először a vezetést is sikerült átvenniük. Ezt követően azonban a hazaiak vették kezükbe a történések irányítását, és végül, ha nehezen is, de 92-88 arányban megnyerték a rendkívül izgalmas, küzdelmes összecsapást. Nehéz meccs volt, mindenki tudja, hogy ez egy különleges mérkőzés, jó volt látni a küzdelmet a győzelemért. A fontos pillanatokban a körmendi együttes játékosai jobb döntéseket hoztak, gratulálunk a sikerükhöz.
A körmendi csapat kispadján ezen a derbin ült utoljára Antonis Konstantinides, aki családi okok miatt távozik a Rába partiaktól. Tanítványai győzelemmel búcsúztatták a ciprusi szakembert. Óriási küzdelem volt, úgy érzem, hogy rangadóhoz méltó mérkőzés volt. Nyertünk, ez volt a cél. Remekül felkészítettek minket edzőink, és hát sikerült behúzni ezt a nagyon számunkra nagyon fontos mérkőzést. És hát nehéz ilyenkor mit mondani. Sajnos elmegy tőlünk ugye az edzőnk, akit nagyon, nagyon megkedveltünk az idő alatt, és nagyon sok sikert értünk el együtt. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult. Teljes mértékben megértem az indokait, megbeszéltük ezt. És hát az életben nagyon sok sikert és sok örömöt szeretnék kívánni neki. És nagyon szépen köszönjük a munkáját, le a kalappal előtte. Vereségének köszönhetően a Falkó visszacsúszott a tabella 8. helyére, míg a piros-feketék előreléptek az ezüstérmes pozícióba. A szombathelyek legközelebb december 6-án csütörtökön lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, amikor az Alba Fehérvár együttesét fogadják az Aréna Szaváriában. Kedves nézőink, nagyon sok SMS-t kapunk, köszönjük szépen őket, egy-két megjegyzést gyorsan azért fel is olvasnék. A bírók keze benne volt a körmend győzelmében, hát szerintem a végjátékban mindenképpen ez a technikai, amit kapott, ha jutom Tóth Norbert, az nem biztos, hogy jogos volt. A másik téma pedig a haladás szereplése, megérdemeltünk, hogy kikapjuk, a volt játékosaink vertek meg bennünket, milyen jó lett volna, ha Kist nem adjuk el. Bizonyára ez igaz, elvégre, hogy a Kis mind a két gólban benne volt, de hát ilyen az élet. Ez a vereség sajnos már tény, reméljük, hogy a következő mérkőzésen a haladás majd a Diósgyőr ellen javítani tud, és nagyon reméljük azt, hogy hamarosan megszerzi majd első győzelmét a Hungaszt haladás extraligás női röplabda csapat, amelynek két tagját itt köszönhetjük a stúdióban, Kolada Juditot, valamint Mária Csicsit. Tjével a végen. Sziasztok, jó estét kívánok! Sziasztok, jó estét! Akkor legyen az első kérdés az, amit az imént felkonfoltam. Mikor szerezzük meg, ha nem is az első győzelmünket, hanem az első pontunkat, mert többször is nagyon közel álltunk hozzá. Ez valójában így van, hogy közel álltunk hozzá már párszor. Szerintem a legnagyobb esélyünk az a Jászberény ellen lenne megszerezni. Azt hiszem, hogy a decemberben az utolsó mérkőzésünk ellenük lesz. Hát akkor jó lenne legalább egy pontot behúzni, szóval legalább 3-2-es mérkőzést játszani ellenük. Mária, nagyon sokszor mondják mostanában azt, akár televízióban, akár az utcán, a szakértők, a szakemberek, a szurkolók, hogy lényegében ez a csapat már, mint a haladás, két szetre van kalibrálva. Nagyon sokszor jól játszunk az első két szetben, akár még meg is nyerjük az egyiket, aztán minthogyha valami ott eltörne, elszakadna. Te nem vagy olyan régóta a csapatban, de azóta is előfordult ez. Igen, valójában szerintem senki nem tudja, hogy ennek mi az oka, hogy úgymond szokták azt mondani, hogy elfáradunk a végére, de nem biztos, hogy én ezt így fogalmaznám. Valahogy az lehet, hogy elmegy ugyanaz az akarás, ami megvan az elején, hogy nem ugyanannyi energiát adunk bele, mint amint az első vagy a második szettben. Ez a fáradtság gondolom nem fizikális fáradtság, inkább fejben lehet, hogy fáradtok, nem? Igen, mindenképp a fejben fáradunk el jobban, mert hát az ember így úgymond elvárja magától, hogy megszerezzen valamit, és ha az nem sikerül, akkor az... Ilyen fokú koncentráció gondolom azért az egész más, mint ha mondjuk az ember, amikor csak az NB1-ben játszana, mondjuk ott az alsóbb régiókban, mert itt akárhogy is nézzük, a legjobb magyar csapatokkal találkoztok. Milyennek tartod a bajnokság nívóját? Én azt hiszem, hogy most azért mint hogyha emelkedne. Igen, én is ezen a véleményen vagyok mindenféleképpen. Ez a 6 csapat, aki most így összeállt itt az extraligában, minőségi csapatok vannak, és az minden bizonnyal igaz, hogy nincsen könnyű dolgunk. A többi csapat azért már ugye augusztus elejétől kezdve tudott úgy készülni 12-14 fővel, hogy teljes volt a keretük. Nekünk ugye például Mari 3-4 hete csatlakozott hozzánk. Szóval nincsen egyszerű dolgunk, az mindenféleképpen igaz. Milyen a hangot egyébként a csapat házatáján? Mert azért, akár is nézzük, nem jó mindig kikapni, és ti még egyelőre nem nyertetek. Hiába játszottatok többször is nagyon jól, mondjuk éppen az UTA elleni magyar kupa mérkőzésen. Igen, azon a meccsen ugye nagyon közel voltunk valójában, hogy meg is nyerjük akár 3-1-re, és aranyszettet játszunk a továbbjutásért, de konkrétan 2-3 ponton múlt minden szett, úgyhogy az is egy nagy
balhénak számított, de valójában szerintem teljesen jó a hangulat a csapatban. Én legalábbis most ebben a rövid időben, amiben itt vagyok, nagyon jól érzem magam, és örülök, hogy itt vagyok. Egyéb iránt ugye most hamarosan véget ér a második kör, és te igazából most kezdődik el az igazi megmérettetés, mert nyugodtan azt lehet mondani, hogy ez a két forduló, ami lement, ez a két komplet forduló, ami hamarosan ugye véget ér, ez az összerázódás időszaka volt. Igen, ez tényleg az összerázódásról szól, de azért a többi csapat már elkezdte gyűjteni ugye a pontokat, és szerintem, hogyha nem kezdtem el számolgatni meg semmi, de hogy nem nagyon tudom elhinni, hogy innen mi oda tudnánk kerülni, hogy a legjobb négy csapatba kerüljünk, és akkor ugye nekünk nem kéne osztályozott játszani majd az NB1-nek a legjobb négy csapatával. Mária, téged úgy adott kölcsön a Békés Csaba. Jó. Mennyire számít a te játékos pályafutásod szempontjából ez jó helynek, mert ugye itt bőven kapsz játék lehetőséget Szombathelyen, Békés Csabán lehetséges, hogy ennél azért jóval kevesebb jutna. Hát igen, itt többet játszom, az megvan, és de valójában én úgy érzem, hogy most egy olyan szinten vagyok, hogy nekem az edzés az fontosabb. Játszani is kell, ez természetes, de nagyon sokat kell edzeni, és ugye fejlődni, még 19 éves vagyok, és én is tudom, hogy hol a helyem, és hova való vagyok. Judit, tőled ugye tudjuk azt ebből a kis brosúrából, amit kaptunk, hogy azért elég sok mindenről lemondtál annak érdekében, hogy most egy az egyben a játékos pályafutásodra tudjál fókuszálni, és azért jöttél a Szombathelyre is. Igen, igen. Bár még olyan túl sok idő nem telt el, de azért megkérdezem, megérte? Nem akarok elhavargodottan ítélkezni, de hát tényleg nem volt egyszerű döntés. Nekem már annyira másabb volt az életvitelem, ugye Budapestről jöttem le. Egyetemre jártam, edzéseket tartottam, én mentem a saját edzésemre is, és tényleg reggeltől estig pörgés volt. Itt ugye ez nem így van, ugye reggel edzés, este edzés, de napközben nagyon ráérek. Nem volt könnyű ebbe így belerázódni, nem mondom azt, hogy már belerázódtam, de reméljük a legjobbakat. Maria, te ugye egy-egyben egy sportcsaládból származol. Édesapád, édesanyád, testvér, mindenki sportol. Ha jól tudom, édesapád akkor szerb élvonalban is játszott, röplabdázott. Mit mondanak, hogy mi a véleményük a szombathelyi csapatról? Mennyire volt jó döntés az, hogy ide jöttél? Apukám volt pont itt néhány napja, és nagyon, nagyon örül valójában, nagyon tetszik neki, megismerte a lányokat is. Látta a meccset, hogy játszunk, úgyhogy szerintem elégedett vele. Én azt hiszem, hogy egyéb iránt vereségek ide vagy vereségek oda, nem ég a ház. Tehát komolyabb problémák nincsenek, mert nekem az a véleményem, hogy ennek a csapatnak nem a Békés Csabát kell megvernie, ugye most kikaptunk tőlük 3-0-ra, de jóval komolyabb esélyünk lesz majd a bemaradásra az Extraligában, hogyha ezekkel a csapatokkal játszottak és tapasztalatot szereztek. Ez más, teljesen más ez az osztály, mint mondjuk az NB1, erről hogyan vélekedsz, Judit? Ez valójában így van, hogy mi jobb tapasztalatokkal fogunk oda menni úgymond a végjátékra, amikor az osztályozóra fog sor kerülni, de az minden bizonnyal igaz, hogy azok a csapatok, akik viszont onnan fognak jönni, ők viszont önbizalommal telve győztes meccsek után fognak oda jönni. Szóval hát nem lesz egyszerű, az biztos. Egy picit beszéljünk a folytatásról, ugye 9 fordulón vagytok túl, hamarosan következik a hétvégén a 10. Mit vártok a közvetlen folytatással kapcsolatban? Nyíregyháza? Nem a Nyíregyháza. Nyíregyházára megyünk szombaton, igen. Hát, hogy mit várunk, azt nem tudjuk valójában, de az a cél, hogy felkészüljünk a meccsre, a legjobban, amennyire lehet, és hogy összeszedjük azt a játékot, ami lehet, hogy elég lesz pontot nyerni, vagy akár meccset is minél előbb, vagy... Hát legalább egy pontot mindenképpen szereznünk kellene. Nem biztos, hogy Nyíregyházán lesz meg, mert a televíziónak hála nagyon sok női röplabdamérkőzés kerül képernyőre erről. Hogyan vélekedtek? Mert én megmondom őszintén, mióta láttam azt, hogy milyen a színvonal, nagyon-nagyon szívesen nézek női röplabdát is. Igen, ez valójában az utóbbi ebben a szezonban kezdődött el szerintem. Talán az előzőben is voltak. Igen, de akkor szerintem csak az ilyen végjátékok kapták a döntőket, amilyen több mérkőzésből állt. Előtte nem nagyon volt szó röplabdáról a tévében. Ez az M4 Sport szerintem így teljesen jól lépett, úgymond közbe, és elkezdték adni a mérkőzéseinket. Ez mindenféleképpen előre viheti a röplabdának a népszerűségét. Maria, milyen véleményed magáról a városról, Szombathelyen? Hogy érzed magad, és Csepecsen-Merikesen milyen véleményed a szurkolótáborról, mert azért elég népes szurkolótáboratok van?
Hát a szurkolótáborral kezdem, nagyon örülök, hogy elég népes a nézőtér, amikor meccset játszunk, és ugye én ezt szeretem, mert az embernek nagyon sokat számít az, hogyha valaki szurkol, vagy hallja a hangját a közönségnek. Most a városról nem sok mindent tudok mondani, ugye ebben a 3 hétben ugye megismertem többé-kevésbé a csapatot, meg mindent, ami kell a röplabdához és az edzéshez. Úgymond a városnak a fő részét az megvan, azt megismertem, de ugye a hideg idő miatt én sem nagyon sétálgatok kint az utcán, meg hát emberek sincsenek nagyon. Azért ebben a hidegben nem. Hát biztos, hogy más, mint Budapesten voltál, hogy érzed magad itt? Hát ugye, ahogyan említettem már, az, hogy nagyon nagy változás volt nekem ide lejönni. Ugye alapból az, hogy tényleg csak az, hogy az emberek sokkal kevesebbek, látom őket az utcán. Egyszerűen edzés után megyek hazafelé, és senki nincsen kint. Sötét van, sétálgatok ott magamban. Szóval... Egy kutya esetleg? Sajnos nem kedvelem a kutyákat. Szóval... Hát biciklivel szoktam járkálni néha, elmegyünk a lányokkal egy-két helyre. Tehát jó a közösség akkor mindenképpen. Fogjuk rá, igen. De azért tényleg én is úgy gondolom, hogy beszélt az önbizalomról. Egy győzelem azért szerintem nagyon sok mindent felszabadítana. Jobb teljesítményre lennétek képesek. Elhinnétek azt, hogy azért ezek a csapatok is legyőzhetők, nem? Te ezt hogy gondolod, Mária? Igen, hát mindannyian mi el tudjuk és elhisszük, hogy megnyerhetünk legalább egy meccset. Úgyhogy ide mindenképp jól jönne, hogy azért nyerjünk is. Utolsó kérdésként a Jászberény csapatát említetted, ugye, aki verhetőnek tűnik. Igen. Ők mikor vendégeskednek legközelebb, vagy ti mentek hozzá? December 16-ára van kiírva elő a mérkőzés, de nem tudom, hogy tényleg akkor lesz-e. A szombathelyi mérkőzés? Itt lesz, igen. Hát kedves nézők, akik nyerni akarják látni a Haladás Női Röplabda csapatát, akkor december 16-án menjenek ki a sportkomplexumba, mert akkor meg lesz az első győztes meccs, legalábbis a lányok ezt ígérik, vagy én ezt ígértettem meg velük. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy befeleltetek, és akkor győzelmet kívánok nektek, nem mást. Köszönöm szépen. Minél hamarabb, hogyha összejön. Kedves nézőink, mi pedig akkor a műsorunk végén egy 5. sportággal foglalkozunk, még pedig az úszással, ugyanis a hétvégén 16. alkalommal rendezték meg már a Claudius kupát, amelyre természetesen mi is kilátogattunk. 16. alkalommal rendezték meg Szombathelyen az úszók Claudius kupáját. A viadalra a hagyományoknak megfelelően rendkívül komoly mezőn jött össze. Idén összesen 27 egyesület 400 sportolója szállt vízbe. Ezek közül 3 klub Ausztriából érkezett. Természetesen a legnépesebb küldöttséggel a házigazda Szombathelyi Sportiskola képviseltette magát. Mi 60 versenyzővel indultunk ezen a versenyen, és meg kell említsem azt, hogy tegnap itt volt 80 olyan kicsi versenyzőnk, akik életükben először indultak ilyen úszóversenyen, a Neumann iskolából, az Rényi iskolából, és azok közül a gyerekek közül, akik az előkészítő csoportjainkba járnak az esti edzésekre. Úgyhogy, tehát ha mindet összeadjuk, akkor 140 versenyzőnk indult ezen a versenyen. Egyéb iránt milyen az országos elismertsége ennek a versenynek, mert nagyon sűrű a versenynaptár, nagyon sok verseny van Magyarországon, nekünk ez nagyon fontos, mennyire fontos a többi egyesületnek? Ez a régiók számára kiemelt verseny, mert a Közép-Dunántúli régió teljes létszámmal itt van felmérő versenyként, és a Nyugat-Dunántúli régió, a mi régiónknak is ez egy kötelező verseny, ahol 2 versenyszámba el kell indulni, mint régiós válogatott. Végezetül pedig itt nagyon nagy számokról szoktunk volt beszélni érmek tekintetében. Úgy ámblok, hány érmet vársz összességében, mivel lennél elégedett? Hát tavaly ennél kevesebben voltunk, tavaly 20 egyesületnek mintegy 300 versenyzője volt itt, tehát látszik, hogy az érdeklődés nagy ezután a verseny iránt, tavaly megnyertük a kupát. Hát most olyan csapatok is itt vannak, mint a Darnyi, ugye itt van egy egész régió, aki régióként versenyez, hát hogyha felférünk a dobogóra, akkor már nagyon jó, és ehhez kell olyan 15-20 érem. A szombathelyi versenyzők közül a sportiskola szakemberei többektől is határozottan jó eredményeket vártak. Barta Hannával szemben is nagyok voltak az elvárások, melyeket hazai medencében teljesíteni is igyekezett a rendkívül tehetséges sportoló. Most már nagyon el vagyunk fáradva évvégén, de hogy itt Szombathelyen úszhatunk, ez nagyon sokat jelent, mert itt vannak szüleink, barátaink, és tudnak minket támogatni még így a végén is. Mennyire fontos ilyenkor a jó szereplés, mit vársz magadtól ezen a versenyen?
Hát évvégén ugye jó lenne egy kicsit előbbre lépni a ranglistán, ezért hát mindenki próbálja a legtöbbet kihozni magából. Ez számszerűsítve nálad mit jelent? Hány éremmel, milyen érmekkel lennél elégedett? Hát tegnap 4 számba indultam, de ez túl sok volt, úgyhogy 2-ben vissza is léptem, ebbe a 2-be pedig sikerült nyernem. Ma 3 számba indulok, plusz egy váltóba, hát remélem hasonló eredmények lesznek, mint tegnap. A szombathelyi sportiskola versenyzői összesen 11 arany, 8 ezüst, valamint 5 bronzérmet tartottak itthon, amivel a klub a Darnyi Tamás ese mögött a második helyen végzett. A hazai versenyzők közül Barta Sára és Barta Hanna vitte a prímet. Ketten több mint 10 medált vihettek haza. Kedves nézőink, volt egy régi nagy sláger, amelynek emlékeim szerint az volt a cím, hogy Csak a szépre emlékezem. Hát én azt kérem önöktől, hogy a mai műsorban ne arra emlékezzenek, hogy kikapott a Haladás és kikapott a Falkó, hanem inkább arra, hogy mondjuk nagyon csinosak a röplabdás lányok, a szombathelyi röplabdás lányok, és hát ugye az úszóink is nagyon sok érmet szereztek, bár szerintem majd lesz valaki, aki erre a mai műsorra mindenképpen majd boldogan emlékezik, már csak azért is, mert valakinek a mai napon meg kell nyernie ezt a Falkó szezonbérletet. Nagyon sok SMS érkezett a mai napon is, gyorsan kisorsolnám akkor azt, aki majd hazaviheti ezt a bérletet. Nos, nézzük, hogy ki lesz a nyertes. 36-20, 598, 597, 4. Tehát még egyszer, akkor 06, ahogy 36-20, 598, 597, 4. Tehát a nyertes erről az SMS-re, erről a számra küldte be az SMS-ét, szívből gratulálunk a nyertesnek, én pedig kollégáim nevében a mai napra köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket itt a Szombathelyi Televízióban, hamarosan a híradó következik, majd tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! We'll be right back.